Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a mai 24 plusz vendége Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Elnök úr, ebben az időszakban mindenki a politikusok nyilatkozatára figyel, valamint a közvéleménykutatásokra, azoknak az eredményeire. A legfrissebb az INSZKOP-nak a felmérése, mi szerint a szövetség 5,1%-on áll, 60%-os részvétel lenne, és az AUR veszített 6% pontot a népszerűségével. Az RMDSZ elnöke hogyan tekint a közvéleménykutatásokat, vagy nézi a közvéleménykutatásokat? Vagy azt nézi, amit ő rendelt meg? Nem igaz az, hogy nem nézem, de igazából ezeknek a közvéleménykutatásoknak mindig csak a tetejét látjuk, azokat a számokat, amelyeket a közvéleménykutató vagy a megrendelést fizető cég vagy politikai szervezet jónak tart. Nem látjuk a kereszttáblázatokat, nem látjuk a másodlagos opciókat, nem látjuk ezt különböző bontásokban, tehát ezért nagyon nehéz ezekről bármit mondani. Politikusnak nem is tisztje, azt gondolom, hogy a közvéleménykutatásokat értelmezze vagy kommentáljam. Számomra fontos az, hogy a részvétel magasnak ígérkezik, ez fontos. És az is fontos, hogy 60%-os részvételnél nekünk kell 510-520 ezer szavazat, ahhoz, hogy jó eredményről beszélhessünk. Tehát mi úgy tervezzük ezt a kampányt, úgy tervezzük a mozgósítást, hogy 500 ezer szavazatot kapjunk. És akkor azt gondolom, hogy az Európa Parlamenti választásokon is jól szerepelünk, megvan az 5% fölötti eredmény, megvan az arányos képviseletnek a lehetősége. Az önkormányzatoknál nyilván a dolgok azok mindig árnyaltabbak. Egyrészt azért, mert nekünk a Kárpátokon kívül nincs listánk. Bákóban van megyei listánk és Gorsban. Máshol nincs megyei listánk. Polgármester jelöltünk nincsen, csak néhány bákói településen. Tehát onnan nem tudunk gyűjteni szavazatokat. Másrészt az Európa Parlamenti lista az országos lista minden politikai szervezet számára, tehát az országban bárhol lehet az RMDSZ-re szavazni. Ez lehetőséget teremt arra, hogy Kárpátokon kívül is ott, ahol bennünket támogatnak, az RMDSZ-re szavazhassanak. Tehát én ezt így nézem, ebből a perspektívából nézem. Másrészt pedig nyilván az, hogy egy trendet mindenféleképpen mutat akkor, amikor a román politikai szereplőkről beszélünk, viszont itt is óvatosan kell bánni az ilyen megszellőztetett eredményekkel, mert soha nem tudod, hogy mi a viszonyítási alap, illetve nem tudod, hogy hogyan számolják ezeket a számokat. A mintát sem látjuk. Nem látjuk, hogy egy ilyen 1200-1300 fős mintában, ami telefonos kutatás, ami maga is már egy problémás, vagy problémásabb módszer, hány magyar embert kérdeznek meg. Az AUR felfutását hogyan szemléli az RMDSZ elnöke? A közvéleménykutatásoknak egy része mutatja az AUR felfutását, és azt egyértelműen látjuk, hogy az elmúlt 4 évben gyakorlatilag megduplázta a támogatottságát, és azt is látjuk, hogy a fiatalok körében népszerű az AUR. Az AUR-nak a növekvő trendje, mintha megállni látszana, de már júniusig, illetve hát az év hátralévő részében jelentős változásra azért nem kell számítani. Nagyjából a 2020-as eredményeknek a dupláját tudják hozni. Már a 2020-as eredmény is egy elég lehangoló eredmény, ha szabad így fogalmazni. Láttuk, hogy az elmúlt években mi történt ezzel a parlamenti 10%-kal. Most számoljunk azzal, hogy ez az önkormányzatokban is jelen lesz. Eddig nem voltak ott az önkormányzatokban. Ezután minden önkormányzatban, a megyei önkormányzatokban, a nagy municipiumokban, akár a kis településeken is, ott lesznek minimum 8-10%-kal. De lesz olyan is, ahol 20, olyan is, ahol 30%-kal, ez megmérgezi a helyi közéletet, és folyamatosan azokat a retorikai elemeket fogjuk visszahallani, amelyeket az elmúlt években is hallottunk. Ennek egyik fontos része a magyar ellenesség. Tehát, hogy a magyar ellenességet ők tovább fogják vinni, erősíteni fogják, és le fogják az önkormányzatok szintjére is vinni, nem csak a parlamentben. Lesz ebből egyfajta látványos színház, ahogy ők próbálták az elmúlt 4 évben a parlamenti munkájukat megszervezni. Ilyen szempontból ez egy probléma. A probléma az, hogy ez a fajta nacionalista, antiszemita, magyar ellenes, dühös retorika
ez a verbális agresszió, ez jelen van, és mindig a verbális agresszió kockázatai, azok a fizikai agresszió fele mutatnak, és egy polarizálódó társadalomban minden ilyen típusú szélsőséges megnyilvánulás az aggasztó, és oda kell figyelni, minden jó érzésű embernek ezt el kell utasítania. Nemrég egy fiatal sportolót gúnytárgyává tettek, egy fiatal magyar sportolót a román társai gúnytárgyává tettek. Ez összefügghet az AU-ra, vagy nem kell ekkora jelentőséget tulajdonítani az AU-nak? Én azt gondolom, hogy összefügg. Összefügg a verbális agresszióval, és az, hogy a magyarokat folyamatosan, mint megbízhatatlan, és kipellengérezhető csoportot, etnikai csoportot mutattak be, mutatnak be. Ők is, más politikusok is, de nyilván ebben az elmúlt években ők jeleskedtek, és ez a társadalomban leszivárog, ez ott van a társadalom mentalitásában. És akkor, amikor megtörténik egy ilyen eset, mint ami megtörtént ezzel a sportolóval, a tornaszválogatott egyik fiatal sportolójával, és közben őt úgy szólítják, és gúnyosan, és folyamatosan azt mondják neki, hogy magyar, meg unguru, meg ilyen formában, és a hazátlant használják csúfnévként, akkor egyértelmű, hogy ez a verbális agressziónak egy lecsapódó, akár a kamaszok világában is jelenlévő megnyilvánulása, ami én teljes mértékben elutasítok, elfogadhatatlanak tartok, és ezért a politikusoknak a felelőssége óriási. Igen, de hát az RMDSZ megszólalt ezután az eset után, viszont a román politikum részéről én nem láttam ezt az óriási elutasítást, nem láttam azt, hogy figyelmeztették volna az AU-t. Ön a kampány, még jó, az év elején elnézést azt mondta, hogy el kell szigetelni az AU-t, a román politikumnak el kell szigetelnie. Most, mintha ez Nem az látszana. Sajnos azt tapasztaltam, hogy a román politikai vezetőknek nagy része, mint a félnek konfrontálódni az AU-ról. Az AU-tól félnek, vagy a választóitól félnek? Mint ha attól félne, hogyha az AU-ról konfrontálódik, akkor az AU malmára hajtja a vizet, és esetleg az ő ugyancsak nacionalista választói elfordulnak tőle, és az AU fele fordulnak, amit én egy butaságnak tartok, és gyáva politikus, aki nem mer bizonyos helyzetekben beleállni, nem kell a politikusnak folyamatosan konfliktusokat keresnie. Én magam sem vagyok egy konfliktus kereső ember. De vannak olyan helyzetek, amelyekbe bele kell állni, és nem lehet elhajolni tőle. És akkor, amikor nacionalista, magyar ellenes, vagy antiszemita, vagy rasszista megnyilvánulásokkal találkozol, akkor abban bele kell állni, legalább azt kell mondani, hogy nem értesz egyet vele, elhatárolódsz tőle, és helytelennek tartod. Ugye ez nem történt meg ebben az esetben, és én inkább ezzel a bátortalansággal, politikai számítással, taktikázással hoznám összefüggésbe, mert közülük egyébként, a román politikusok közül nagyon sokan elítélik magánbeszélgetésekben, vagy más környezetben, más helyzetekben az AU-nak az ilyenfajta megnyilvánulásait. Az jó, hogy a diszkrimináció ellenes tanács foglalkozott vele, hogy a népügyvédjének egy osztálya foglalkozik vele, hogy a rendőrség elindított egy eljárást, hogy a szövetség maga is elindított egy eljárást, bár próbálták elkenni, de az, hogy például a sportéletet irányító elnökasszony, a Lippa asszony nem nyilvánul meg, és nem mond semmit, aki maga is egy élsportoló, aki maga is ismeri a sportvilágát, és tudja, hogy mi a különbség egy egyszerű beavatás között, itt nem erről van szó, és mi a különbség egy ilyen típusú megnyilvánulás között, és hetek óta hallgat, és egy szót nem mond, ez elfogadhatatlan. Az AU erősödésével kétségkívül számolni kell. Az elkövetkezendő időszakban milyen politikai projektek lesznek, amelyek az AU felerősödésével, vagy felerősödése miatt akár negatívan is érinthetik az erdélyi magyarokat? Nem akarok semmiféle jóslásba bocsánatkozni, de olyan időket élünk, és ezzel mindenkinek számolnia kell, amikor a társadalom előtt a kihívások nagyok, és nem mindig a válaszok olyan mértékben felelnek meg az elvárásoknak, mint ahogy azt a polgárok maguk megfogalmazzák. És akkor ilyenkor a dű, az elégedetlenség nő, akkor, amikor a dű és az elégedetlenség nő, akkor vannak olyan politikusok, az AU ilyen,
hogy bűnbakot keresnek, és könnyű a bűnbakot megtalálni egy kisebbségben, az etnikai kisebbségben, a nyelvi, kulturális kisebbségben, és főleg olyan helyzetben, mint a romániai magyarok helyzete, ahol évek óta, évtizedek óta, most mondjam azt, hogy százvalahány éve, de mindenféleképpen nemzedékek óta belesújkolják a nacionalista, kommunista diktatúra idején, ez aztán jó, mély gyökereket eresztett, hogy a magyarok azok megbízhatatlanok, a románok ellenségei, Románia ellenségei, és időnként még a regnáló államelnök is, ugyanazt gondolom, hogy pusztán politikai számításból, de óriási hibát elkövetve beleáll egy ilyen típusú mély előítéleteket tápláló retorikába. Tehát igen, megvannak azok a veszélyek, hogy bűnbakkeresés és egyfajta igen, bűnbakkeresés miatt nagyon könnyen a magyarok fele fordulhatnak az AUR politikusainak a megnyilvánulásai, de én azt gondolom, hogy ha az önkormányzati választásokon jól szerepelünk, hogyha az Európa Parlamenti választásokon jó eredményt érünk el, erős közösséget mutatunk föl, hogyha ezt tovább visszük az évvégi parlamenti választásokig, akkor képesek vagyunk megvédeni a magyar közösséget, és számomra ez sokkal fontosabb, mint az, hogy mi várható el az AUR részéről, az ő részükről, semmi jó nem várható el. Ők a sötétségbe jönnek, a sötétségbe mennek, vinnének magukkal mindenkit. Én azt gondolom, hogy nekünk arra kell képesnek lennünk, hogy a saját közösségünket megvédjük, és a saját közösségünknek meg akarnia kell megőrizni azokat az eszközöket, politikai eszközöket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy minden körülmények között létezzen az a típusú pajzs védelem, amire szüksége van. Beszéljünk egy picit az európai parlamenti választásokról. Az RMDSZ leadta a jelölt állításhoz szükséges aláírásokat, és azt mondták, hogy az aláírás gyűjtés során beszélgettek az emberekkel. Mit tapasztalnak? Az Európai Unió messze van, Brüsszel messze van. Érdekli a székelyföldi embereket, a párciumi embereket az Európai Unió? Érdeklik az Európai Uniós témák, vagy a polgármester érdekli, akit ismernek? Érdekli az Európai Uniós téma is, de mindig van azért egy sorrend, egy fontossági sorrend. Ami hozzá közelebb van, az mindig fontosabb minden ember számára, mint az, ami tőle nagyon messzire van. Az önkormányzat van a legközelebb akkor, amikor a mindennapi életéről, a holnapjáról, a holnap utánjáról döntenek, hisz ott él abban a városban, abban a községben, abban a faluban, az ott született döntések az ő életét közvetlenül meghatározzák. Hogy milyen a járda, hogy van-e szennyvízcsatorna, van-e gáz, van-e villany, van-e víz, és van-e játszótér, milyen a bölcsőde, milyenek a szolgáltatások. És ez a legfontosabb. Aztán nyilván valahol a sor végén ott van az Európai Unió, és az Európai Unióból érkező hihetetlenül sok-sok-sok-sok információ eljut az emberekhez, valamikor torzítva, hisz a digitális korszaknak, az internetnek az egyik sajátossága az, hogy el tud a végtelenségig el tudja torzítani a valóságot, és ha beragadtál egy burokba, akkor az algoritmus gondoskodik arról, hogy azt a valós világgal összetévesztve úgy gondolt, hogy ez mi a tények világa. És akkor ilyen szempontból nyilván az embereknek a reakció is mások és mások. Ott, ahol a mi tapasztalatunk szerint ott, ahol európai uniós forrásokból fejlesztések történnek, ott, ahol ezt el is mondják a polgármesterek, a választott képviselők, ott létezik egyfajta olyan szemlélet is, hogy az Európai Unió a jó értelemben vett modernizációba sokat hozott és sokat hoz, és ez igaz, ezt ki kell mondani. Ott, ahol erről kevésbé értesülnek, ott erre nem is oda figyelnek oda, ahol a medve kérdés fontos, most mondok egy ilyen nagyon banális dolgot, ott azt várják az Európai Uniótól, hogy a nagy vadak, a védett nagy vadak esetében a medvével foglalkozzanak, mert a tavaly is több mint 40 ember életet követelt sajnos a medvetámadás. Ott, ahol más típusú problémákkal szembesülnek az emberek és az Unióhoz kötik, akkor abban az irányba fordul az érdeklődésük. Én azt láttam, hogy van elégedetlenség, különösen a bizottságnak a döntéseivel, mert az a leghangosabb egyrészt, másrészt pedig, amit nagyon világosan látunk ma mindannyian, hogy az egész Európai Unióban a bizottsággal szemben az emberek többségének a megítélése negatív. 63%-a mondja azt a bizottságról, az Ipsos felmérés szerint, hogy elégedetlen a bizottság munkájával, ami óriási szám, és ugye ebbe az is benne van, hogy Nyugat-Európában többnyire
optimisták vagy megengedőbbek az Európai Bizottság döntéseivel, és mégis 63%-on van. Akkor, amikor el kell ismerni a bizottság elnökének, hogy rossz döntéseket hoztak, mert az elmúlt nagyon rövid időszakban, az elmúlt két évben több mint 300 milliárd eurót vontak ki a befektetők az Európai Unióból, az azt mutatja, hogy valami rosszul megy. Mert a befektető akkor megy el, amikor a versenyképesség csökken, amikor az ő befektetése nem térül meg, és elindul Amerika fele, elindul Ázsia fele, elindul más irányba. Tehát az emberek reálisan érzékelik azt, hogy van egy probléma, ezt az erdélyi magyar emberek is reálisan érzékelik, és azt mondják, hogy ezen változtatni kell. Tehát amikor változtatásról beszélünk, akkor ezt nem azért mondjuk, mert így gondolja egy-két ostoba politikus, hanem pontosan azt érezzük, amit a polgárok éreznek, hogy valami nagyon mellé ment. Az európai életmód, az európai elvárások, a remény, azok valahol csorbultak, és rosszabbul élnek az emberek, vagy azt gondolják, hogy rosszabbul fognak élni, mint éltek korábban, és ebből a csalódottság érzése, és ebből az a megfogalmazás, hogy a dolgok rossz irányba mennek. Az állampolgároknak ki az, aki az Európai Uniós témákat felkelvesse, felveti az Európai Uniós témákat, elmagyarázza az Európai Unió működését? Itt az imént a bizottságot említette, az erdélyi emberek tudják azt, hogy hogyan működik az Európai Unió, hogy a bizottságot nem közvetlenül ők választják, ők európai parlamenti képviselőket választják. A Schengen kérdés nem a bizottságnak a hatásköre, nem azért nem vagyunk benne a Schengenben, mert az Európai Parlament nem akarja azt, vagy az Európai Bizottság nem akarja azt. Az embereknek a mindennapi élete az nem úgy történik, hogy a politikusok gondolják, hogy reggel fölkelnek és elkezdik a politikai híreket olvasni, és utána meg azért, hogy mindent pontosan megértsenek, mély politikai elemzéseket olvasnak akkor a délutánig, hanem a saját életüket élik és a saját problémáikat oldják meg. És az, hogy az Európai Unióról mennyit tudnak, az változó. A fiatalok többet tudnak, az idősebb nemzedék kevesebbet tud, a szüleim nemzedéke például sokkal kevesebbet tud, mint az én nemzedékem van, mint a gyerekeink nemzedéke. Tehát ilyen szempontból ez a tudás egy árnyolt tudás. Sokszor az, hogy mennyire bonyolultan működik az Európai Unió döntéshozatala, azt maguk a politikusok is nehezebben értik meg. Egy túlságosan nagy bürokráciát magára épített rendszerről van szó, ahol az intézmények a döntéshozatali kompetenciákat egymás között megosztják, például a törvény kezdeményezése a nemzeti parlamentekkel szemben az Európa Parlamentnek egymagában nincsen. Tehát az, hogy a Minority Safe Pact-et nagyon nagy többséggel támogatta az Európa Parlament, ez számunkra fontos, mert ott partnerekre találtunk, és ezt el kell mondani, és hogy a bizottság kellett volna a következő lépést megtegye, és nem tette meg, ezt el kell mondani, hogy a bizottság az őshonos kisebbségek ellen fordult, és ez nincs rendben. És ezt a bizottság tette, ezt nem más valaki tette, nem a parlament tette, nem a tanács tette. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult mechanizmus, ahol lassan az a polgároknak az érzése, hogy a bürokrácia előrébb való, mint az adófizető polgár, ez megengedhetetlen. És igen, ezeket a dolgokat el kell mondani választási kampányban, választási kampányon kívül, ezt a működést meg kell tanulni, meg kell szokni, javítani kell, kell beszélni erről a polgármesternek is, akkor, amikor Európai Uniós beruházások vannak, mert óriási lehetőség ez Románia számára és az erdélyi magyarok számára. Kell beszélnie a parlamenti képviselőnek, az Európa Parlamenti képviselőnek, kell beszélnie mindenkinek. A Schengen kérdése pedig pontosan azt mutatja, hogy a tagállamok között nincsen egy megfelelő szolidaritás, és időnként egy-egy tagállam a saját vélt vagy valós érdekeinek az érvényesítése miatt akár a kettős mércét is alkalmazza, és itt az osztrákok ugye velünk kapcsolatosan alkalmazták a kettős mércét több mint 10 éve, 12 éve Románia föl van készülve a csatlakozásra, és az osztrákok kitalálták, hogy ők nem támogatják, és húzzák, halasztják. Korábban ezt a hollandok játszották el, korábban a franciák játszották el. Tehát ilyen szempontból természetesen megint csak van különbség a parlament és a tagállamok döntéshozó testülete a tanács között. A bizottság azt mondja, hogy támogatja, de amikor a bizottság nem képes a saját döntéseit a tagállamokban érvényesíteni, akkor a polgár mit gondol a bizottságról, hogy nincs szükség rá? De ha azt mondod, hogy ez az én álláspontom a Schengen csatlakozásra kapcsolatosan, de utána a tagállamok ezt megkérdőjelezik, megvétózzák, akkor mi szükség van rád? Teszik fel a kérdést a polgárok egyszerűen. És igen, ilyen problémák vannak, ez egy baromian bonyolult döntéshozó mechanizmus és rendszer.
ezt a polgárok hol értik, hol nem értik, de a politikusoknak a dolga az, hogy ebben a kérdésben tiszta vizet öntsenek a pohárba. Önkormányzati választások. Ezelőtt 4 évvel az RMDSZ kiemelt városként tekintett Marosvásárhelyre és Szatmárnémetire. Ez idén is így van? Idén is így lesz? A választók kell kiemelt helyszínnek tekintsék, és akarniuk kell nekik, hogy a magyar polgármesterek folytassák a munkájukat. Az RMDSZ erre így tekint, de ez csak az első lépés. Ehhez a polgárokra is szükség van. Szatmárnémetiben azt látom, hogy jó eséllyel megnyerjük azt a mandátumot, amelyet Kereskényi Gábor eddig vitt és tovább szeretne vinni. Marosvásárhelyen is jók az esélyek. Van egy jelentős különbség, hogy Kereskényi Gábor a második mandátumát végzi, fejezi be, és a harmadikra készül, míg Sors Zoltán az első 4 évének a végéhez közeledik. És azért ez jelentős különbség, mert a második mandátum után már az eredmények látszanak, és lehet azt mondani, hogy az első 4 év ugye nehezebb volt, mindig nehezebb az első 4 év, de már a saját elképzeléseimet megvalósítottam, és a saját víziómat próbáltam életbe ültetni. Én azt gondolom, hogy Marosvásárhelyen ma jó eséllyel meg tudjuk szerezni a mandátumot, vagy meg tudja őrizni Sors Zoltán a polgármesteri széket, de nyilván bizonyítania is kell, mert a következő 4 esztendő meg már nem arról szól, hogy a múlttal hadakozok, hogy az örökséget rendezem, hogy tanulom az adminisztrációt. Az első mandátum után nyilván sok mindent még meg lehet magyarázni, sok mindenért még megértést lehet kérni, a második mandátumban ez már nem lesz így. Meg lehet nyerni, de a polgároknak a támogatására is szükség van. Ma egyszerű a helyzet Marosvásárhelyen. Visszatérünk Flória korba, vagy megyünk előre? Itt van Dorin Flória, és ön azt mondta, hogy a múlttal nem kell hadakozni. Ismét megjelent Dorin Flória, és ismét a múltat emlegeti. Ő azt mondja, hogy visszatérne dolgozni, azt mondja, hogy az elmúlt 4 évben semmi nem történt Marosvásárhelyen. Sors Zoltánnak ezt kell megcáfolnia, és azt kell elmondani, hogy az elmúlt 4 évben több történt, mint az elmúlt 10 évben. Hát különösen abban az értelemben, hogy egy csomó mindent ki kellett javítani. Akkor, amikor valamit ki kell javítani, az mindig lassabb és nehezebben látszik, mint amikor valamit teljesen a nulláról kell építeni. Úgyhogy nem volt ez egy könnyű 4 esztendő. Én azt gondolom, hogy ehhez képest mindenféleképpen a polgároknak a bizalmáért fordulhat Sors Zoltán, és jó eséllyel meg is nyeri. Én azt öngyilkosságnak tartanám Marosvásárhely szempontjából, hogy ismét a Flória korszak fele forduljon, és abba az irányba kezdjen menetelni. Az jó, hogy jelöltette magát ez a polgár, mert legalább a marosvásárhelyi magyaroknak, románoknak, romáknak, az ott élő polgároknak van lehetőségük mérlegelni, hogy visszafele akarok menni az időbe, vagy megyek inkább előre. Én azt gondolom, hogy a jó választás az, hogy megyek előre. Gyergyószent Miklós, Székelyudvarhely, Hargita megye, zárjuk ezzel a beszélgetésünket, a szülőföldjéről van szó. Hargita megye, most váltás történik, Borbolyt Csaba helyett Bíró Barna Botond lesz minden valószínűség szerint Hargita megye tanácsának az elnöke, őt indítja az RMDSZ, és viszonylag könnyen ment ez az átadás, a székek megegyeztek egymással, nem Kolozsvár kellett döntsön, mint 4 évvel ezelőtt. Kelemen Hunornak volt szerepe a helyi döntés meghozásában? Helyi képviselő? A kívülről úgy látszik, hogy könnyű volt, én ennek örvendek. Belülről ez nem így látszott. Nem volt egyszerű, de végülis a helyi vezetőknek a bölcsessége az döntő volt ebben a kérdésben. Én azt kértem tőlük, hogy helybe szülessen döntés. Nem szereti a szövetségi állandó tanács, hogyha folyamatosan Hargita megye az állandó tanács asztalára kerül. Egyrészt, másrészt meg, hogy van ugyan 3 jelölt, 3 területi elnök, 3 kollégia, aki évek óta együtt dolgozik, úgyhogy üljenek le 3-an és oldják meg ezt a problémát, és mondják azt, hogy itt van a megoldás. Erre második vagy harmadik próbálkozásra sikerült nekik megoldást találniuk, és nyilván ebben mindenkinek szerepe volt, minden ottani vezető politikusnak. Én is egy egyszerű képviselői mandátummal bírok Hargita megyébe, és Csíkszentmihályi RMDSZ tagként a magam erejével próbáltam segíteni a megegyezést. Székelyudvarhely, az RMDSZ visszaszerezni Székelyudvarhelyt, vagy ahogy fogalmazott Vásárhely esetében, nem az RMDSZ-nek fontos Székelyudvarhely megszerzése, hanem a székelyudvarhelyieknek kell fontos legyen az, hogy Szakács Pál István győzzön?
azt mondtam, hogy az RMDS-nek fontos, de ez nem elég. A vásárhelyeknek is fontos kell, hogy legyen. Tehát azért az árnyalt nyelvhasználathoz ragaszkodom. Nem azt mondtam, hogy nem fontos az RMDS-nek, azt mondtam, hogy fontos, de ez kevés, hogyha nem fontos a Marosvásárhelyieknek. Székelyudvarhelyen jó eséllyel vissza lehet szerezni az RMDS-nek a városvezetést, de többség is kell hozzá, olyan frakciók kell, amely tudja segíteni a polgármestert, mert önmagában egy polgármester azért csodákra nem képes, kell mögé egy többségi önkormányzat. Az, hogy az előválasztásra elmentek közel 5000-en, 4800 valahány ember, ez mégiscsak azt mutatja, hogy van igény valamiféle változásra. De nyilván a kampány fogja eldönteni, a következő 3-4 hét, 5 hét fogja eldönteni, hogy milyen többséget lehet Szakács István Pál és az RMDS listán mögé helyezni. De az, hogy előválasztáson döntöttek a polgárok, hogy ki legyen a polgármester jelölt, és a listát is előválasztáson állították össze, én ezt nagyon fontosnak tartom. És hihetetlenül megmozgatta a várost, és innen indulok ki akkor, amikor azt mondom, hogy jó eséllyel meg lehet szerezni. És Udvarhelynek szüksége is lenne egy új vezetésre, mert az elmúlt 8 esztendőben beragadt, rettenetesen beragadt. A jelenlegi polgármester azt mondja, hogy hát azért ragadt be Udvarhely, mert az RMDS nem segítette az RMDS vezetésű megyei önkormányzat, az RMDS-es képviselők, szenátorok nem segítettek neki. Mindenbe segítették, amikor tehették, és amikor volt, akit segíteni. A kórházzal kapcsolatosan, amikor még mi kormányban voltunk, szerettük volna az Udvarhelyi Kórházat föltenni egy olyan beruházási listára, amely egy európai újraépítési fejlesztési bank kölcsönből plusz uniós forrásokból tette lehetővé az egészségügyi és teszi lehetővé az egészségügyi intézményeknek a felújítását. Ezt korábban jeleztük, amikor a dokumentációt kértük, akkor még egy előtanulmány sem volt, amit betenni, és nem lehet anélkül pénzt kérni kórház építésre. Tehát azt tudott segíteni, akit lehet segíteni. Hiába akarod segíteni, ha ő nem készíti el azt a munkát, nem végzi el azt a munkát, ami szükséges ahhoz, hogy tovább tudjál lépni. És ez igaz egyébként sok más projektre is, nem akarok én ebben nagyon belegabajodni, de Székelyudvarhelyt egyetlen egy percig, Székelyudvarhely fejlődését, haladását nem akadályozta egyetlen RMDS-es politikus sem, sőt, próbáltuk azt segíteni. Gyergyószent Miklós, és zárjuk ezzel a településsel a beszélgetésünket. A leköszönő polgármester, aki előválasztáson alul maradt Lene Miller szemben, ismét úgy fogalmazzak, a saját vackát ugatja, tehát azt mondja, hogy azért nem sikerült, mert az RMDS-es önkormányzati képviselők nem segítettek neki. Nézze, mivel nem Gyergyószent Miklóson élek, nyilván nem akarnám én ezt kommentálni. Az elmúlt 4 évben ott rengeteg feszültség volt, és időnként számomra is az egy nagy gond, amikor a saját kollégáinknak a bölcsessége az nem mindig van azon a színvonalon, amit egy város vezetése megkövetelne, és ahelyett, hogy az együttműködés mellett döntenének, inkább surlódást választják. De az előválasztás az egy dolog. Az, hogy mi van mögötted 4 év alatt, az egy másik dolog. Tehát a mostani polgármestert nem kívülről győzték le, hanem az RMDS-en belülről, az alpolgármesterre, akivel egyébként 4 évig együtt dolgoztak, az vert rá az előválasztáson. Ilyenkor az én véleményem az, függetlenül attól, hogy kiről beszélünk, és hogy egyébként mit gondolok én egyik vagy másik emberről, hogyha elveszítettél egy választást, egy előválasztást, és nagy arányban elveszítetted, akkor ezt vedd tudomásul, és viselkedj annak megfelelően, nem pedig mindenféle kifogásokat próbálsz, magyarázatokat próbálsz keresni az eredményre. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm is a lehetőséget. Önöknek, tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsolya kolléganőm várja önöket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra.